Megpróbáltunk összecsiszolódni, ami az én véleményem szerint nem rosszul sikerült, mert az idén újra egymásra találtunk. Mi a, hát úgymond az ön feladata, így mint házigazda? Hát az én feladatom, hogy a helyszínt biztosítsam, a kemencét itt fűtsem, hogy a kemencébe sült ételek elkészüljenek időre. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi böllérverseny nem sikerült olyan rosszul, mert itt a vendégek láttán, akik most itt megjelennek az idei évben, hát ez többszörös a tavainak. Ez valószínű azt jelenti, hogy ízlett nekik a készítmény, az étel, azért jöttek újból vissza mi hozzánk. Úgy hallottam, hogy idén már úgy kérte a csepregieket. Hát én úgy gondoltam, hogy tavaly elég jól együtt tudtunk dolgozni. Na most én azt mondom, hogy járt utat a járatlanél el ne hagyd, hát megpróbáljuk az idén is ugyanezt. A csepregi csapatnál lehetett kóstolni kolbászt, hurkát, májat, sült húst, kolbásszal és babbal ízesített tóros káposztát. Melegítő italnak különleges kompot szolgált, aminek az alapja jóféle házi bor volt. Az ételek ízvilágáért, ami a látogatók és a zsűri elé került, Kovács Józsefné Hajni volt a felelős. Csülök lesz, sörben sült csülök, karaj, ami aszalcilvában van megtöltve, bőrös karaj, pecsenyével, véres kolbász, sült kolbász, hurka, meg egy különlegességen, ami töltött kenyér, hát reméljük elkápráztatjuk vele a zsűrit, próbáljuk. És mi az, amit itt kóstolhatnak, akik ide jönnek, ebből mindent? Igen, mindegyiket. Ja, és még van a kráplink, ami hússal van megtöltve. Húsos kráplink. A receptek kiék? Enyémek. Én hoztam őket, de nem titok. Vlasics Krisztián csepregváros polgármestere is tevékenyen részt vett a disznóölésen. Saját kezüleg kínálta a sátorhoz érkezőket. A tavalyi alkalom az megmutatta, hogy vannak bizonyos pontok, ahol még össze kell csiszolódnunk. Én azt gondolom, hogy ebben az esztendőben ez teljesen tetőfogára hág az együttműködés, és méltón képviseljük együtt Csepreg városát, hisz a házigazda mindent megtesz annak érdekében, hogy mi sikeresen vegyük a harmadik böllérversenyt. Tehát maga a csapat az egy 20 fős, illetve van egy 4 tagú citera zenekarunk Ákos vezetésével, aki nagyon jó hangulatot produkál ide a helyszínre, a csepregi helyszínre. A tagokat a városból toboroztuk, tehát én azt gondolom, hogy egy olyan disznóvágásban jártas csapatot sikerült összeszednünk, akik méltó módon képviselik a várost. Tehát az intézményekből, magából a városból voltak önként jelentkezők is, tehát így állt össze a csepregi városi csapat. Én azt gondolom, hogy a tavalyi visszajelzések, ahogy a házigazdánk utalt rá, nagyon pozitívak voltak. Bízunk abban, hogy az ide kilátogató, csömötei szőlőhegyre kilátogatók nagyon jól érzik majd magukat. Azok az ételek, amelyeket kóstolhatnak, azok ízletesek lesznek, és az a hangulat, amit a citerezenekar ide varázsol majd nekünk az esti órákban is, de már most délután is, délelőtti folyamán is lehet hallani, az mindent felettet majd. A csapatoknak 3/4-3-ig lehetett a finomságokon dolgozni, ezután a rendezvény sátorban egy gondosan összeállított zsűri kóstolta végig az eléjük tett disznóságokat. Minden résztvevő település a disznóüléshez illő nevet választott magának, de névtelenül kerültek a tálak a zsűri elé. Így senki nem tudta, hogy éppen kinek a munkájának az eredményét kóstolják. Ezen a napon senki sem távozott üres kézzel. Volt díja legszebben öltözött csapatnak, legötletesebb nevet választóknak és a legszebben díszített ételnek is. A kemencében sült étkek között is háromféle díjat osztottak. A verseny is három részből állt. Volt a reggeli feldolgozás rész, amiben beletartozott az ölés, perzselés, darabolás, a hagyomány, illetve hogy ki milyen körítést adott az ölés folyamán, illetve a darabolás folyamán. A második részben 4 páros titkos zsűri járta a helyszíneket, tehát ők tényleg úgy nem is tudták, hogy kik, akik ők is a névválasztást figyelték a vendéglátást, ezt kiemelt részt, környezettudatosságot figyelték, tehát hogy mennyire szelektív a hulladékgyűjtés, például mennyire a tisztaság. Ők ezeket a dolgokat pontozták titkosan, és a harmadik maga az ételeknek a minősítése, tehát
a májasurka, véresurka, sült kolbász, pecsenye, toroskáposzta és a kiemelt, amit említette, a kemencében sült étel, és minden zsűri páros egy ételféleséget kóstolt végig, tehát ez 16 kóstolnivalót jelentett. Én azt gondolom, hogy ez még kezelhető. A bírálatot szakmai zsűri végezte. Voltak köztük hentesek, állatorvos, pincérek. Aki a reggeli feldolgozás pörzsölést nézte, azok vagy gyakorló hentesek, vagy állatorvos volt, tehát ezekben a folyamatokban valamilyen szinten tapasztalatot szerző személyek voltak. A vendéglátás résznél próbáltunk olyan szakembereket találni, akik a marketing területén azért otthonosan mozognak, illetve pályázatok révén ezekben részt vettek, és volt egy zsűripárosunk, akik Pécsváradról érkeztek, de ők a feldolgozásba vettek részt igazából, meg az étkek kóstoltatásába. Itt is próbáltunk a két pár az szakmailag, tehát marketing szempontok szerint volt otthon, a többiek pedig így társadalmi szempontokból, hogy ők maguk hogy érezték magukat, vagy hogyan értékelik ezt a rendezvényt, és az ételeknél pedig egyértelműen a zsűrik egyik tagja az gyakorló szakács, vagy vendéglátós, vagy ebben dolgozó szakember volt, és a másik tag volt esetlegesen társadalmi munkás, és most itt volt a testvértelepülésünk, a Székely Csikkozmás is, és két zsűri tagot közülük is felkértünk a mai napra. Az elmúlt három évben folyamatosan nőtt a jelentkező csapatok száma, de a kemencés helyek száma korlátozza az indulók számát. Legfeljebb 20 települést tudnak fogadni. Ez a 20-as egy kezelhető számnak tűnik, mondta Virág János polgármester.